Az 1850-es években Pasteur bebizonyította, hogy különféle baktériumok, amelyek a tejben, valamint más élelmiszer alapanyagban megtalálhatóak, betegséget okozhatnak. Ő fejlesztette ki azt az eljárást, amit ma pasztőrizálás néven ismerünk. A legtöbb élelmiszert, tejet, amit ma az üzletekben kaphatunk, pasztőrizálnak. Sajnos azonban az emberek abba a tévhitbe estek, hogy valamennyi baktérium káros. Nem ismerte fel, hogy vannak baktériumok, amelyek pozitív hatással vannak a szervezetre. 1908 lett, mire egy orvos, Metchnikov bebizonyította, hogy bizonyos baktériumokra nagy szüksége van a szervezetnek. Rájött, hogy a probiotikus baktériumok, amikről most szót ejtünk, fontos szerepet játszanak az emésztés folyamatában. Szükség van rájuk a vastagbélben, valamint egyéb jótékony hatásukra is rámutatott. Felismeréseiért orvosi Nobel-díjat kapott. Ennek ellenére ma is sokan élnek, akik nem is hallottak a probiotikumokról. Pedig évszázadok óta ott vannak a világ különböző népeinek táplálékaiban. A joghurtok és sajtféleségek például a probiotikumnak köszönhetik ízüket, zamatukat, valamint azt, hogy az emberiség egészséges élelmiszereként tartja számon őket. A homogenizálás és pasztőrizálás folyamatai miatt azonban mára ezek az élelmiszerek sem tartalmaznak probiotikumokat olyan mennyiségben, hogy a szervezet számára szükséges lenne. Fontos pótolni a probiotikumokat, hogy megőrizzük szervezetünk egészségét. Most adott a lehetőség, hogy olyan baktériumtörzseket biztosítsunk szervezetünk számára, amelyek biztosítják a megfelelő tápanyag hasznosítást, az egészséges emésztés feltételeit, valamint más jótékony hatásokkal is az egészséges működést támogatják. Megfelelő mennyiségű és minőségű baktériumot tartalmaz készítményünk olyan speciális formulában, amely nem igényel hűtést vagy fagyasztást. Minden gyöngykapszula 6 baktériumtörzset tartalmaz, ezek közül 4 teljesabb baktériumtörzset, amelyek a tápanyagok felszívódását segítik. Ezek leginkább a joghurtokból ismerősek, nem csak az emésztésben, de a tápanyagok hasznosításában is jelentős szerepet játszanak. Tartalmaznak még 2 bifidobaktériumtörzset is, ezek elsődleges feladata, hogy féken tartsák a rossz baktériumokat, ne engedjék elszaporodásukat a bélrendszerben. Jelenlétük nagyon fontos, hiszen táplálkozásunk során, akár nyers, akár feldolgozott ételt fogyasztunk, rengeteg káros baktérium kerül a szervezetünkbe. Cégünk a Forever Living Products a legújabb technológiai eljárások alkalmazásával úgy állítja elő a gyöngykapszulákat, hogy hűtésre ne legyen szükség. Száraz, hűvös helyen tárolva 18 hónapig megőrzik a benne lévő baktériumtörzsek aktivitását. Ezt a védelmet 2 rétegű védőburoknak köszönhetik. Az első réteg a gyomorsavtól védi a kapszula tartalmát. Ez nagyon fontos. Ha nem lenne a probiotikumok nagy része, már a gyomorban elpusztulna. Ám amint a kapszula áthalad a gyomron, szükséges, hogy a probiotikumok egy része a vékonybélben már kifejtse hatását. Ezért a baktériumtörzsek meghatározott sorrendben szabadulnak ki a kapszulából. A bélrendszerben végül kifejtik jótékony hatásaikat, amikre a szervezetnek szüksége van. Sokan felteszik a kérdést, valóban szükség van a probiotikumokra. Aki egészségesen él, nem érzi magát betegnek, sportol, figyel a táplálkozására, nem gondolja, hogy szüksége van rájuk. Valójában azonban nap mint nap romboljuk egészséges baktériumháztartásunkat. Van, aki gyors éttermekbe jár, van, aki túl sok előre feldolgozott ételt fogyaszt. A sült ételekben például minden baktérium elpusztult, jó, rossz, egyaránt. Ezek az ételek gyakorlatilag sterilek, tehát probiotikumokat nem hordoznak. Ezért fontos, hogy minden nap pótoljuk szervezetünk probiotikum szükségletét. Segítségével növelhetjük tápanyag felszívó képességünket és emésztésünk hatékonyságát. Ez az egészség alapja. A leglátványosabb eredmény energiánk visszatérése lesz. Ha megadjuk szervezetünknek a szükséges tápanyagokat, sokkal többet lesz képes hasznosítani belőle. A probiotikumok és az aloe vera szinergiában hatnak. Az aloénak megvan az a különleges képessége, hogy támogatja a jó baktériumokat, a rosszakat viszont elnyomja. Tehát amint lenyeljük a probiotik gyöngykapszulát, az aloé segíti hatását, hogy szervezetünk és emésztésünk tiszta és egészséges legyen. Tehát egymás hatását erősítve működnek szervezetünkben. Így történik a lényeg, a csoda. Forever Active Probiotikból napi 1 gyöngykapszula szükséges. A mindennapi rutinba illesztve az aloéval, a vitaminokkal, ásványi anyagokkal együtt megőrzi szervezetünk egészséges működését.
Ez a különleges készítmény 6 baktériumtörzset tartalmaz, ami a piacon megtalálható valamennyi készítményhez képest kimagasló. Szabadalmazható, hogy egy gyöngykapszulázási eljárással készül, így elegendő száraz, hűvös helyen tartani, nem igényel hűtést, sem fagyasztást. Garantált minőségben juthatunk a hasznos baktériumokhoz. Az egyedülálló eljárásnak köszönhetően biztosak lehetünk abban, hogy a legjobb minőségű baktériumok oda kerülnek, ahol valóban szükség van rájuk. A fenti megállapítások nem az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakvéleményei. A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására.